Pontokat helyezek el a képernyőn, amik összekötődnek egymással, és akkor egy ilyen nagyon szögletes, még ilyen kis tökéletlen forma jelenik meg. Ezeket az éleket alakítgatom és simítom le. Mikor megvan, akkor utána találom ki, hogy milyenek legyenek a színek. Kövecses Anna vagyok, képzőművész és illusztrátor, három kisgyerek mamája. Családommal Cipruson és Balaton-Almádiban élünk. A MOL Nagyon Balaton és az Index bemutatja Best of Balaton. Gyerekkoromban nagyon sok időt töltöttem a nagymamámmal, az anyai nagymamámmal. Rengeteget rajzoltam, rengeteg mindent készítettem, mert nagyon kiskoromtól fogva bátorított arra, hogy ezzel így foglalkozzak, és elkezdtem magamat képezni. És hát valahogy így megteremtettem magamnak egy stílust, ami úgy a legközelebb állt hozzám. Sok ilyen gyerekkori benyomásból is táplálkozott, meg főleg az ilyen 60-as, 70-es évből megmaradt képeslapok, térképek, emlékszem, hogy amiket is sokat nézegettem gyerekkoromban a nagymamámnál. A kislányomnak készítettem egy ABC-s könyvet, akkor 4 éves volt, és Cipruson éltünk, és nem volt hozzáférhető ott semmilyen nyilván magyar nyelvű ABC-s könyv. És az a lényege, hogy minden betűhöz egy olyan képet társítottam, ami ő neki a Cipruson valamilyen jelentőséggel bírt. Hát ez az ABC-s könyv volt az, amiről egyre többen írtak, ilyen nemzetközi design és ilyen művészeti magazinok, blogok. Az én felkéréseimnek a 99%-a reklámkampányokkal kapcsolatos. Nemzetközi nagyobb cégeknek, illetve kisebb rendekkel is dolgozom együtt. Ez egy kollaboráció, amit most fejeztünk be az UNICEF-fel, és egy új magyar prezentációs szoftver alkotóival közösen. Ezek nekem, mint művésznek, ezek nagyon fontosak, hogy ne csak a reklámvilágban mozogjak, hanem valami jót is tegyek. Azért érzem magamhoz legközelebb állónak ezt a nagyon egyszerű, kicsit ilyen gyermeki stílust, mert a gyerekek állnak nagyon közel még ehhez a tudatállapothoz, ahol nincs ott a kételkedés önmagunkban, hanem egy magabiztos létezés. Arra törekszem, hogy minél kevesebb eszközzel, minél kevesebb formával elmesélni minél többet, vagy átadni minél többet, és ez megtalálni azokat a színeket, azokat a nagyon egyszerű vonalakat, amik pontosan azt adják el, amit én szeretnék. És amit most leginkább szeretek, azok ilyen absztrakt rajzok. Egy ilyen teljesen tudattalan firkálás az egész. Felemelő érzés valamit úgy alkotni, hogy közben egyáltalán nem kell gondolkoznom. Ezek ilyen nagyon gyors rajzok, ez így kész is. Ahonnan én fel tudok töltődni, az az alkotás. És nagyon nagy szükségem is van, hogy megteremtsek egy egyensúlyt a megrendelések és a saját, csak a szívből jövő alkotás között. Akkor tud igazán az alkotás elérni egy 100%-ot, hogyha a művész nem akar, tehát nincs ott az ego, hanem egyszerűen kikapcsol az elme, és sikerül egy totális csend teréből alkotni. Én azt gondolom, hogy ez így a 100% szépség ilyenkor tud megszületni. A korlátlan újrafelfedezés támogatója a Telekom. Balatoni kalandok 4 keréken a Hyundai támogatásával.